Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Kántor Sándor Fazekasház udvarán. Dr. Nagy Molnár Miklós múzeum igazgatóval beszélünk, hiszen hamarosan újból megnyitja kapuit a tájház. Mi minden történt az elmúlt időszakban? Hát nagyon sok minden történt az elmúlt egy évben. Ugye a kiállítást fel kellett újítanunk, hiszen mindenki, aki járt itt, azt tudhatja nagyon jól, hogy a 82-ben átadott Kántor Sándor Fazekasház installációja előregedett. Nem volt mód, nem volt pénz rá arra, hogy megújítsuk. A villany vezetéke is előregedett, kicsit a fal is elkezdett omlani, tehát be kellett zárnunk, mert bizonyos helyeken szinte életveszélyes volt. És egy sikeres pályázatnak következtében, amit a minisztérium írt ki az önkormányzatok számára, ennek következtében el tudtunk kezdeni egy munkát. Megcsináltuk egy kicsit az épületet, helyrehoztuk, a villanyvezetékeket is felújítottuk, és a kiállítást is. És ennek megfelelően egy kis koncepcióváltás is történt, hiszen a utca felőli szoba, ami korábban bútorral volt telerakva, utcai szoba volt, azt átalakítottuk, és Kántor Sándor tanítványainak egy kis emléksarkot állítottunk, már aki ugye elhunyt, mert sajnos ketten már elhunytak, F. Szabó Mihály és Esz Nagy István, a másik kettő szerencsére még él, ugye Szűcs Imre és Kovács László, ők szerencsére itt is vannak a mai megnyitón is, viszont ők voltak mindannyian Kántor Sándor tanítványai, és azért az ő munkáikból egy kis Kántor utóéletet mutatunk be. És van még egy újdonság, hiszen régen hátulról is be lehetett menni, egy ilyen raktárszerű kis helyiség volt az is új funkciót kapott. Ez a helyiség, ami ott hátul volt, valóban egy új funkciót kapott, hiszen eddig bejáratként működött, mostantól kezdve pedig egy ilyen kis múzeumpedagógiai műhelyként fog működni, illetve egy olyan kis helyiségként, ahol mindenki egy kicsit kézbe veheti a tárgyakat, észreveheti, megtapogathatja, hogy milyen formájú, mi a korsó, mi a butella, mi a tányér, hát mondjuk nyilván a korsó és a tányér között tud különbséget tenni, de milyen a mázas és a mázatlan edény között a különbség. És hát ezt igyekszünk majd megmutatni, meg gyerekeknek majd agyagozás és fazekas foglalkozásokat fogunk tartani. Találó elnevezést adtak ennek, hiszen láss a kezeddel, ez azt is jelenti, hogy itt akkor látássérültek is bemehetnek, gyerekek is, tehát itt azért mondjuk el, hogy nem a Kántor bácsi értékes kerámiáit lehet megtapogatni, meg kézbe venni, hanem hasonló készítéseket, de nem az ő munkáit. Természetesen, hiszen itt nem az a lényeg, hogy eredeti Kántor kerámiát fogjon meg az ember, hanem az, hogy kerámiát fogjon meg. És pontosan a fogyatékkal élőkre gondoltunk akkor, amikor kitaláltuk ezt, hogy lássa kezeddel, és ennek keretében nézhetik majd meg a tárgyakat. Meddig látogatható a tájház? Miután sajnos az épületben fűtés nincsen, ezért csak május 1-től szeptember 30-áig fogjuk tudni nyitva tartani, és ez azt jelenti, hogy hétfő és vasárnap kivételével naponta 10-től 16-ig látogatható. És sok látogatót kívánok Önöknek, hiszen nagyon szép a kiállítás, mivel megnéztük. Köszönjük szépen, reméljük így lesz. A felújított kiállítás Pölös Andrea néprajzkutató fogja megnyitni hamarosan, vele beszélgetünk. Gondolom, hogy már volt alkalma megnézni a kiállítást, hogyan tetszik. Természetesen volt, hál' Istennek sikerült több órával előbb lejönnöm szándékosan, mert szerettem volna megnézni ezt a fantasztikus programot, lehetőséget. Ünnepre gyűltünk össze, fazekas ünnepre, ami azt hiszem, hogy nagyon ritkán adódik így embereknek, hogy megnézhessék saját munkájukat, megnézhessék az elődjeik munkáját, és a tanítványok megnézhessék az elődjeik és a mestereinek a munkáját. Szerencsére itt már olyan műhelyekről beszélünk, ami már régen túlmutat a Kántor műhelyen, de Kántor Sándor olyan meghatározó volt Karcag életében, hogy nem csak az itteni fazekasságot határozta meg, hanem nagyon sok olyan ember munkáját is, aki a közelben dolgozik. És nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt láthatjuk magában a már gyülekező vendégseregben a több szomszéd várnak a képviselőit is. Nem csak a tényleges tanítványok jöttek el, hanem eljöttek Nádudvarról, eljöttek Mezőtúrról is, és mindig szerencsés azt látni, amikor a fazekasok ennyire támogatják egymást lelkileg, és örülnek egymás munkájának és sikereinek. Úgy tudom, hogy lesz egy bejelentés is, ami éppen a fazekasságot érinti majd, a jelen fazekasait.
Igen, megint sikerült visszahozni Karszagra az Alföldi Fazekas Triennálét, ami általában mezőtúrral szokott párhuzamosan váltakozni. Az elmúlt két alkalommal mezőtúron volt az Alföldi Fazekas Triennálé, de jövő évben Nagy Molnár Miklóssal együtt megint sikerül itt megrendezni Karszagon. Reméljük, hogy nagyon sok tehetséges fiatal fazekast is láthatunk majd, és ennek pedig azt kívánom, hogy érezze jól magát itt a fazekasok között. Köszönöm szépen, hál' Istennek jól szoktam érezni fazekasok között, magam innen pedig én is fazekastáborba megyek, ahol végre alkotóként vehetek ebben részt. Hát akkor pedig oda is jó munkát kívánunk önnek. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget arra, hogy én nyithattam meg ezt a fantasztikus és nagyon szépen felújított Kántor Sándor fazekas házat. Kovács Szilvia, a polgármester asszony fogja a kiállított megjelenteket köszönteni. Az előbb láttam, hogy már végig is nézte a kiállítást. Hogyan tetszik? Nagyon tetszik, és örömömre szolgál, hogy tulajdonképpen minden régi kedves gyermekkorban látott tárgyat viszont láthatok itt, sőt olyanok is vannak, amelyek nem ismertek számomra, tehát meglepetés. És elhatottak rám. Nagyon örülök neki, hiszen így legalább a fiatalok is meg tudják ismerni, és egy picit abban a világban találhatják magukat, amiben mi felnőttünk. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos számokra, hiszen így megismerhetik a fazekasság szépségeit, és bízom abban, hogy a kerámiák annyira meg fogják hatni őket, hogy talán majd őket is elvarázsolja ez a világ, és talán ők is majd egyszer folytatói, de mindenképpen szeretői lesznek. Azt hiszem, hogy a Kántor tanítványok között azért még itt van Szűcs Imre, itt van Kovács László, tehát azért még van kitől megtanulni az alapokat. Reméljük, hogy azért Karcagon is lesznek követőik, hiszen ők most éppen nem Karcagon alkotnak. Így van, ez nagyon nagy szó, és mindenképpen nagyon örülök annak, hogy hat tudtak látogatni, hiszen ezzel is példát tudnak adni a karcagi fiatalok számára, hogy igen, ennek a mesterségnek még napjainkban is megvan a helye, fontos, szükséges, hiszen egyrészt a hagyományokat tápolja, másrészt pedig a kultúrának olyan szerves része, amelynél úgy gondolom, hogy egy város, egy település sem élhet. Reméljük, hogy lesznek újabb Kántor Sándorok. Én azt kívánom, hogy itt még sok ilyen hasonló kiállítást láthassunk. Itt az előbb hallottuk, hogy jövőre Karca fogja megrendezni a Fazekas Triennálét. Azt hiszem, hogy ez is egy elismerés ennek az előbb elmondottaknak. Így van, Karcagváros igyekszik a hagyományait őrizni, és ehhez hozzátartozik a kerámia szak is, illetve a kerámiának az ágazata is. Az elmúlt években ugyan egy picit visszaszorult, hiszen a művészeink, ahogy már említette, nem dolgoznak nálunk, de én remélem, hogy tényleg lesznek még ifjú Kántor Sándorok, és lesznek, akik majd tovább viszik ezt a hagyatékot, ezt a hagyományt, és ők is majd ugyanígy egyszer majd egy ilyen kiállítás keretében át fogják tudni adni az ő jövő nemzedékének. Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!